Menjek egy nagy hegyre, én felmegyek egy nagy hegyre, annak is a tetejére. December 1-én ünnepélyes keretek között adták át Cikó község szimbólumává vált székelykaput. A cikói hagyományőrző kórus tagjai székelydalokkal köszöntötték az ünnepségen jelenlévőket. A felújított kaput pályázati támogatásból és helyi összefogással sikerült újszerű állapotba hozni. Bogos Jeromosné, a Cikói Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, hogy 11 év után vált szükségessé a kapu helyrehozatala, hiszen az eltelt évek során nagyon rossz állapotba került. Éppen felavattunk egy felújított székelykaput, amit 11 éve avattunk eredetileg, és sajnos eléggé elkorhat már a teteje, nem lehetett az semmit megmenteni belőle. Az oszlopokat úgy tudtuk megmenteni, hogy megfordították a férfiak, és a másik oldalát faragták meg, mert csak egyik oldala volt megfaragva. Hát igaziból mi kis egyesület vagyunk, tehát pénzünk nem lett volna rá, de az egyesület férfi tagjai közül 3-4 összedugták a fejüket, hogy mit tudnának csinálni, hogy van-e pénz hozzá, ki tudná megcsinálni, és az egyik jó fej valaki azt mondta, hogy hát próbálják meg, mert ő már egyet faragott, és akkor segít megmutatni, mintákat hoztak Erdélyből, kiválasztottak egyet. Hát több mint 3 hónapig dolgoztak rajta, esőbe, 40 fokba, de úgy gondolom, ha ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy megérte. Bogos Jeromosné azt is hozzátett, hogy a kapu fontos kelléke a Cikón élő székely közösségnek, és örül neki, hogy példaértékű összefogással új életre tudták kelteni ezt a székely szimbólumot. Volt, aki betont adott, volt, aki a virágosítást most megoldottuk, a parkosítást, volt, aki most majd az állófogadáshoz járult hozzá. Szóval nagyon örülök, hogy ez elkészült. Az avatáson Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, és beszédében kiemelte, fontosnak tartja a székely közösségek hagyományőrzését, és minden egyes településen, ahol az ott élők a saját nemzetiségük jelképeit elhelyezik, a kultúráját ápolják, azt jelenti, hogy az a közösség élni akar, és erős identitástudattal rendelkezik. A székelykaput 2010-ben állította a Cikó község önkormányzata, illetve a falu lakosai. 11 év alatt sajnos eléggé tönkrement, és helyre kellett állítani egy széles összefogás eredményeképpen most közösen ünnepelhetjük a székelykapunak a felavatását. Ez a székelykapu is emlékeztet arra, hogy a bukovinai székelységnek nem csak múltja van és jelene, hanem szeretnénk azt, hogyha a jövőnk is lehetne, és emlékeztessen mindig arra, hogy itt Cikón olyan székely emberek is élnek, akik büszkék a hagyományaikra, és azt szeretnék továbbadni a gyermekeiknek és unokáiknak is. Potápi Árpád János azt is elmondta, hogy a december 1-e több okból is fontos dátum. 103 évvel ezelőtt, 1918. december 1-én született határozat arról, hogy a Magyar Királyság keleti területei, benne a történelmi Erdéllyel, úgymond egyesülnek a Román Királysággal. Így került végül a trianoni diktátummal jóváhagyott 103.000 négyzetkilométernyi terület Romániához. De történtek pozitív dolgok is december 1-én, tette hozzá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 1800-ban ezen a napon született az egyik legnagyobb magyar költőnk, Vörös Marti Mihály. Azt gondolom, hogy ne a gyásznapokat ünnepeljük, emlékezzünk rá, de ünnepként mi ne jeleskedjünk ebben, hanem emeljünk ki olyan pozitív dolgokat és kapaszkodjunk abba, amely számunkra előremutató dolog. December 1-én született 1800-ban Vörös Marti Mihály. Az a Vörös Marti Mihály, aki a Perccel gyermekeknek, Perccel Mornak és testvéreinek itt Bonyhádon, innen néhány kilométerre a nevelőjük volt, házi tanítójuk volt, aki átadta mindazt a magyarság élményt, erős magyarság tudatot, ami azt is eredményezte, hogy a szabadságharcban
a percenek egy tábornokot és egy ezredest adtak a függetlenségért, illetve a szabadságharcnak. A bukovinai székelység története során az egyik legtöbbször áttelepített magyar népcsoport, melyet a számkivetettségben is megtartott erős hite és ragaszkodása a magyar nyelvhez, kultúrához és identitáshoz. Ez bizonyítja a Cikon felszentelt székelykapu is.